Eddig is vérlázító volt, amit a börtön bizniszről sejtettünk, de most már bebizonyosodott, hogy ez nem egy városi legenda, hanem egy valós tény. Az igazságügyi minisztérium megerősítette, hogy feketén-fehéren kimutatható, hogy az ügyvédeknél landolt a börtönkártérítésre kifizetett összegeknek több mint a 60%-a. Vagyis ezen a 10 milliárdos iparágon leginkább az ügyvédek, ezen belül pedig a baloldalhoz és a soros házatokhoz köthető ügyvédek gazdagodtak meg. Egyenként 100 milliókat is kereshettek. Ezért követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra az ügyvédek, hogy mennyit kerestek a börtönbizniszen. Becsések szerint 500 milliárdot kaszált Magyar György ügyvéd, aki mellesleg ellenzéki politikusként a 2018-as áprilisi országgyűlési választásokon az MSZP párbeszéd színeiben indult képviselőjelöltként, azon kívül Karácsony főpolgármester úr bizalmasa, illetőleg Demszki Gábor jogi képviselőjét is ellátta. Ő az egyike azon ügyvédeknek, akik futószalagon gyártják a magyar állam elleni pereket. És az egyik legnagyobb nyertese a börtönbiznisznek. Ráadásul arról is hallani, hogy a dörzsölt ügyvédek nem csak a magyar államot károsították meg, de még saját ügyfeleiket is átverték, és a nekik megítélt kártérítési összegek egy részét nem fizették ki. Ezért mindenképpen szükséges, hogy az ügyben érintett ügyvédek hozzák nyilvánosságra, hogy mennyit kaszáltak a börtönbizniszen.